elkékülni, ahogy mi ezt már megtettük. Vigyázz, kész, rajt, tűz! Elindult a restart, hello mindenki! Élőben, ahogy megígértem nektek, a két ünnep között itt leszek, úgyhogy egészen mától péntekig, pénteken ráadásul a fiúk is itt lesznek, úgyhogy restart extrázunk, nézhettek bennünket, ha van kedvetek és kaptatok valamiféle kütyüt karácsonyra, amivel esetleg nem tudtok megbirkózni, akkor nyugodtan csörögjetek, vagy írjatok nekem, igyekszem segíteni. Az elérhetőségeink a képernyő alsó részén vannak, remélem szépen telik mindenkinél a karácsony, sokatoknak nem kell dolgozniuk, ugye? Reméljük, ugye? Mert nekem sajnos kell. Legalább nem úgy sajnos, mert hát szeretek itt lenni, de úgy egyéb más munkák is vannak, amiket csinálni kell. Hát nem mondom, hogy azt nem szeretem, de azért az ember jobban szeretne egy kicsit pihenni a két ünnep között, nem? De hát sajnos van, aki ezt nem teheti meg. No kérem szépen! Szokásosan egy-két érdekes hírt azért hoztam nektek, amiről érdemes beszélni, de rögtön jöhetnek is a hozzászólások, tehát közben is, akár nyugodtan az itt elhangzó témákhoz is, meg úgy egyáltalán. Úgyhogy el is indítom a Skype-ot is, tv.fixhd, és persze a telefonszámunk is már él is, úgyhogy nyugodtan csörögjetek, ha van kedvetek. Hogy tetszik a kék stúdió? Kitaláltuk, hogy a már piros olyan jól állt, igazából a karácsonyi kiadásban, akkor miért ne lehetne kék, ugye? Úgyhogy mostantól kékítünk, már amíg bírja a lámpa. Mert ha elalszik, vagy esetleg valami gáz lesz, akkor majd megváltoztatjuk a dolgokat. No, nézzük akkor a híreinket, csak közben itt nekem újra kell indítanom a gépet, mert valami nem stimmel. De mindjárt meg lesznek a hírek. No, hát Cyanogen mod, nem tudom, ki szokott főzni robot. Pont a pénteki restart extrán valaki ezzel poénkodott is, hogy ugye a romfőzés az egy milyen érdekes dolog, és nagyon sok hozzászólást vagy kérdést kapok azzal kapcsolatban rendszeresen, hogy hát, hogy régi a telefonom, és szeretnék rá újabb operációs rendszert tenni, de hát a gyártó már nem akarja nagyon frissíteni, és ilyenkor mit lehet csinálni? És én mindig azt szoktam mondani, hogy lehet alternatív Android disztribúciókat föltenni a telefonra, de ez csak és kizárólag saját felelősségre, és ebben én nem igazán szeretnék segíteni, és nem azért, mert bunkó vagyok, vagy szemét vagyok, vagy bármi, hanem azért, mert el lehet rontani, és én nem akarom azt, hogy valaki elrontja a telefonját, és ez az én lelkemen száradjon. Hogy akkor, na de hát a kopasz bácsi a tévében azt mondta, hogy hát ezt kell csinálni. Nem, a kopasz bácsi nem mond ilyet, a kopasz bácsi azt mondja, hogy mindenki a saját felelősségére szépen elolvassa a különböző fórumokon, hogy hogyan lehet az ő telefonjához valamilyen főzött romot főzni, és akkor megnézitek, hogy hogyan lehet rápakolni a telefonra. Na, hát az egyik ilyen nagyon népszerűnek tartott főzött rom disztribúció, ez a Cyanogen mod. Többször beszéltünk már róla, és azért, mert ez a legnépszerűbb ugye disztribúció, amit hát szeretnek az emberek föltenni. Még azok is, akiknek egyébként van frissebb operációs rendszer a készülékükre, már csak azért is, mert a Cyanogen mod nagyon sok olyan plusz funkciót ad az Androidhoz hozzá, amivel például lehet a telefonunkat tuningolni. Tehát mit a processzorát húzni. Tehát ugyanúgy, mint a számítógépek esetén, hogyha valaki szeretne egy kicsit jobb teljesítményt kihozni a telefonjának, akkor például a Cyanogen mod bizonyos verzióival teszem hozzá, mert mindegyikkel azért nem. Meg lehet ezt csinálni. Ráadásul az egyik multifunkcionálisabb Android disztribúcióról beszélünk, ami gyakorlatilag tényleg azt jelenti, hogy a legfrissebb androidokat is Cyanogen modosították. Azért beszélek múlt időben, mert pont arról szól a hír, hogy hát ez így innentől kezdve kányec firma. Lesz alternatív verzió, mindjárt mondom, hogy micsoda. Tehát az a lényeg, hogy egy nagyon népszerű disztribúcióról beszélünk. A vállalat ugye nem titkolt célja, hogy jobb akar lenni az Androidnál, illetve hát a Googlenél, és hát gyakorlatilag ki akarta sajátítani például egy évvel ezelőtt az Androidot, tehát konkrétan meg akarta kérni a Googlet, hogy figyú, majd én inkább csinálom, te hagyd azon, engedd el az Androidot, majd én fejlesztem tovább. Tehát hogy azért az alapok kellenek neki. Minden esetre úgy néz ki, hogy nem sikerül ezt neki úgy
beváltania, hiszen ki kellett rúgnia egy csomó dolgozót, a vezetőség is elhagyta a fedélzetet, és december 31-én leállítják az összes szolgáltatásukat, csak hogy a vállalat 115 millió dollárt szerzett befektetőktől, ezért aktívan keresik azt a terméket, amivel valaki hajlandó is lesz fizetni érte, mert hát ugye azért itt összegyűlt elég sok pénz. Érdekes mindig egyébként bennem felmerült, és ide illik ez a téma, hogy az ilyen ingyenes megoldások esetén, hát mégis hogyan tudnak fönntartani egy fejlesztő csapatot, amikor egy ingyenes megoldásról van szó. Tehát az ingyen letölthető programok gyakorlatilag majdnem mindegyik ilyen, hogy azt ki a franc fejleszti? Hát nem kap érte pénzt, de kap pénzt, kérem szépen. És igazából a közösségi finanszírozáson van itt a hangsúly, nem véletlenül van az összes ingyen letölthető programnál, alkalmazásnál, mindennél ott, hogy donate, tehát hogy gyakorlatilag adakozhatsz és küldhetsz pénzt. Azért, hogyha te mondjuk hasznosnak tartod azt a programot, nem kötelező, tehát tudsz, ingyen is le tudod tölteni és tudod használni, de hogyha te olyan adományozó kedvedben vagy, akkor nyugodtan lehet pénzt is utalni egyébként ezeknek a fejlesztő csapatoknak, hogy a továbbiakban is tudjanak fejleszteni, és hát nagyon sokan, hála Istennek, utalnak is, tehát adakoznak, és ebből azért összegyűlnek elég szép pénzek, meg hát vannak befektetők is, mondjuk olyan érdekeltségű cégek, akik mondjuk egy adott alkalmazást vagy programot úgy aktívan használnak, mondjuk beépítenek a saját rendszerükbe, és hiába maga a program ingyenes, ők úgy vannak vele, hogy mivel azt azért beépítik a saját rendszerükbe, és ebben mondjuk jó pénzeket keresnek, akkor úgy illik azért a fejlesztésért fizetni. Tehát még hogyha nem is kötelező, de úgy illik, és hál' Istennek azért a világon vannak jófej emberek, meg jófej cégek, akik hajlandóak fizetni, és hát így elég jókora összegek gyűlnek össze. Hát itt például 115 millió dollár gyűlt össze a CyanogenMod fejlesztő csapata részére, hogy fejleszék ezt az operációs rendszert. No, tehát hamarosan elérhetetlenné válnak a naponta frissített kiadások, csak a forráskódok lesznek továbbra is hozzáférhetők, hogy azokból bárki megépíthesse magának a saját Android verzióját, mert hogy egyébként még a CyanogenMod-nak is vannak ugye módosított verziói, ezeket hívják CyanogenMod-nak, milyen érdekes. A változás azokat is érinti, akik most ugye a Cyanogen OS operációs rendszert futtatják a mobilukon, nekik a közösség által fenntartott CyanogenMod ROM kiadására kell majd átállni. Ezt a rendszert telepítette fel az első készülékére egyébként, van olyan gyártó, aki ezzel szállította ugye a telefonját, a OnePlus nevű ugye telefongyártó, de az együttműködés gyorsan véget is ért, mert hát ugye a cég meg mondjuk úgy, hát nem csődbe ment, hanem úgy voltak vele, hogy hát nem folytatják, mert nem igazán éri meg nekik, nem tudnak nagyon függetlenedni az Androidtól. És hát ami itt az érdekes ennek kapcsán, hogy azért kivált ebből a fejlesztői csapatból egy jókora mennyiségű fejlesztő, és hát úgy néz ki, hogy ők folytatják méghozzá új néven a közösségi Android disztribúció fejlesztését. Néhány órával később, már amikor az összes online szolgáltatásukat leállították, a közösségi fejlesztés, a CyanogenMod Android disztribúció stábja tudatta, hogy új név alatt és új helyen folytatja a nyílt forráskódú projektet, érkezik a Lineage OS. A CyanogenMod neve mostantól, tehát Lineage OS, a hivatalos webhelyét pedig a lineageos.org címen lehet megtalálni. Az új disztribúció természetesen a CyanogenMod kódbázisára épül, de a vállalatnak semmi köze nincs hozzá, a szerverekkel sem járulnak hozzá a projekthez. Már javában folyik az infrastruktúra beüzemelése, a webhelyek és a szolgáltatások kialakítása várhatóan beletelik pár hétbe, mire új verziók kerülnek ki ebből az operációs rendszerből, de minden visszatér a régi kerékvágásba, tehát aki eddig ezt az oprendszert használta, nem kell a jövőben sem megválnia tőle, csak egy kicsit más formában fog ez a továbbiakban működni. Hát, hogy ugye ilyen nagy pénztőke nélkül ez hogyan is fog, ez egy másik külön kérdés. Azért a közösségi finanszírozásban még mindig vannak lehetőségek, hogy az előbb is mondtam, tehát lehet, hogy újra össze fognak tudni szedni pénzeket arra, hogy jól megéljenek belőle, és ti pedig jó operációs rendszereket kapjatok. Jó, megyünk tovább. Azt mondja, hogy ugye a Microsoftnak a nagyon agresszív Windows 10-re való frissítéséről szerintem elég sokat beszéltünk, és hát nagyon sokak
Nak szúrt ez a szemét, például az Európai Bizottságnak is, akik hát jókora büntetést róttak ki a Microsoftra emiatt, és hát úgy néz ki, hogy ők maguk is bevallották végre, hogy egy kicsit átlépték azt a határt, amit ugye a Get Windows 10 erőszakos felinstalálásához hát eszközöltek. A vállalat marketing igazgatója meg is bánta az átverős bezáró gomb bevezetését, mert hogy ugye ez volt az egyik legjobban, hogy úgy mondjam, idegesítő dolog az egészben, hogy miután gyakorlatilag rákattintott valaki és azt mondta, hogy ő nem akarja fölinstalálni a Windows 10-et, nem kéri, akkor a bezár gombbal automatikusan elkezdett installálódni a programtár, vagyis az operációs rendszer. Tehát milyen dolog az már, hogy valamit te nem kérsz, és akkor is. Tehát, hogy rád erőszakolja, és ez azért tényleg kicsikét erős. Hónapokon keresztül elképesztő mennyiségű negatív sajtót kapott az ingyenes Windows 10-re való frissítés erőltetéséért ugye a Microsoft. A megfelelő Windows 7, illetve 8 rendszerű számítógépekre a Windows Update-en keresztül telepített Get Windows 10 alkalmazás számos frissítés kapott a 12 hónapos életciklusa alatt, idővel pedig egyre megtévesztőbbé vált a kezelő felülete, hiszen a vállalat minél több számítógépet próbálta eljuttatni az új rendszert. A végén már ott tartottunk, hogy a kártevők készítői által rutinszerűen alkalmazott módszereket is bevetették a kezelő felületért felelős dizájnerek, azaz a felhasználó naivitására és figyelmetlenségére appellálva próbálták meg elérni, hogy azok akaratlanul is installálják a Windows 10 operációs rendszert. Nemrég meginterjúvolta a Microsoft marketing igazgatóját a Windows Weekly nevű portál, és Chris Caposella pedig beismerte, hogy ez már tényleg túlment egy határon, szóval egyszer volt egy pont, amikor a Párbeszéd ablakban tipikusan visszautasításra használt X gomb, ugye tehát a bezárás gomb, nem jelentette automatikusan a visszautasítást. Pár órával a patch kiadása után tudtuk, hogy ezúttal túlságosan messzire mentünk, de ilyenkor időbe telik kiadni a viselkedést megváltoztató frissítést. Ez eléggé bullshit duma egyébként. Tehát ahogy nem tudnak egy exit kódot beletenni? Tehát hogy ahogy azt mondja, hogy X és mégse azt csinálja, akkor X és mégis azt csinálja. Tehát hogy ez egy elágazás. Szóval azért ne vezessük félre még itt is az embereket. A két hét volt, amíg ezt sikerült nekik megoldani, és ez egy elég fájdalmas időszak volt, egyértelműen egy mély pont, nyilván sokat tanultunk belőle, ezt mondta a marketing igazgató, tehát megbánták tetteiket, tessék nekik megbocsátani, ez a lényeg. Meg hát hol van ez már különben is, nem? Hát már mikor? Hát már mindenki Windows 10-et használ, reméljük, ugye? Aki nem, az meg már így járt, mert már nincs Get Windows 10, hát már nem fogja erőltetni, mert hogy már nem ingyenes az áttérés, maximum ha fizettek. Fizettek érte. Jó, jó hírem van azoknak, akik még mindig Windows XP-t használnak, remélem nagyon kevesen vannak, és rajta a Firefoxot, ugye a Chrome operációs rendszer, böngésző már jó ideje bejelentette, hogy bizony megszünteti a Windows XP-s támogatást, meg a Windows Vista-s támogatást is egyben, és hát ugyan elérhetőek, azt hiszem a 48-as verzióig talán elérhető a Chrome, és használható is, nincs vele gond, csak ugye az újabb, biztonságosabb frissítések már nem kerülnek fel rá, tehát csak nagyon régi Chrome-ot tudtok használni. A Firefox-szal ez azért nem így van, ha minden igaz, akkor ők 2017. szeptemberig támogatják még ezeket a nagyon régi operációs rendszereket is. Idén szeptemberben a Mozilla bejelentette, hogy belátható időn belül megszünteti ő is a Windows XP, illetve Windows Vista operációs rendszereken futó Firefox támogatását. A kérdéses platformokat biztosan támogató utolsó verzió a jövő márciusban érkező Firefox 52-es verziója lesz, ami hosszú támogatási idejű kiadásban jelenik meg, legalább jövő szeptemberig javítgatják majd ezt a verziót. Az XP és Vista rendszerű PC-kre automatikusan ez a bizonyos ESR, vagyis Extended Support Release, tehát a kiterjesztett hosszúságú kiadás,
hatású változat fog majd feltelepülni, illetve frissülni. Most pénteken a Mozilla finomított egy picit az álláspontján, a legújabb tájékoztatás alapján, ugyanis csak a jövő nyáron fogják majd eldönteni, hogy mikor szűnik meg a régi operációs rendszerek támogatása, amennyiben túlságosan sok felhasználójuk marad még a régi rendszereken, akkor akár még meg is hosszabbíthatják ezt a támogatást. A Firefox statikai webhelye szerint 2016. szeptemberében a Firefox-szal a böngészők 10%-a Windows XP-t, míg 3%-uk Windows Vista-t használt. Ez azért elég szomorú szerintem, hogy még mindig ezeket az operációs rendszereket használják, bár ugye már megbeszéltük, hogy vannak olyan kivételes esetek, amikor ez még akár bele is férhet, de azért aktív internetezésre nem kéne. Ezt mind a mai napig mondom, amikor ilyen jellegű hír van, akár tetszik, akár nem, ezt akkor is el fogom mondani, lehet ezért utálni. Jó, következő hírünk, az pedig, hát nem tudom, okos órák. Ismeritek a véleményemet az okos órákkal kapcsolatban, én nem is szeretném túlságosan szaporítani a szót ezzel kapcsolatban, viszont azért egy nagyon érdekes hír látott napvilágot, méghozzá a Google gondolta úgy, hogy hát kicsit felkavarja ezt a kis állóvizet, ami most az okos viselhető kütyük piacán van, mondjuk úgy az okos órák ebből leginkább, amik a legemlítésre méltóbbak, és hát hogy ne legyen ilyen állóvíz, ezért saját brandelt okos órákat fog a jövőre, tehát a jövő évben kiadni. Két csúcs okos órával is érkezik. Már az első negyed évben jöhetnek a gigacég okos órái, hogy a felhasználókat a vásárlás felé lögdössék. Habár az okos órák nem szakították át a piaci érdeklődés betonból készült gátjait, a Google mégis úgy döntött, hogy a jövő év első három hónapját két ilyen eszközzel is meg fogja kicsikét bombázni, legalábbis ilyesmiről beszélt a Jeff Chang, az Android Wear termékigazgatója, ami pedig még jobb, hogy két óra Android Wear 2.0-as eszköz lesz, két óra, tehát két darab lesz belőle magyarul, és elsőként használják majd ezt a platformot, tehát ugye ez az Android Wear 2.0-as platformról beszélünk, ami hát, hogyha nincs megfelelő eszköz hozzá, akkor igazából tök feleslegesen fejleszti a cég, és ezért gondolta szerintem úgy a Google, hogy na egy utolsó löketet azért adjunk ezeknek az okos óráknak, hogy bejönne vagy sem, ez majd kiderül, ugye ez nem most fog eldőlni, hanem majd akkor, hogyha ezek kiadásra kerülnek, hogy veszik-e mint a cukrot, vagy sem. Az Apple-ből kiindulva, az Apple Watch-ból, hát azért én itt a Google-re nem alapoznék túl sokat az okos órákra, de hát ők tudják, hát ha. Itt majd az ár fogja egyébként szerintem eldönteni, mert ha viszonylag olcsón lehet majd hozzájutni, akkor lehet, hogy azért vesznek belőle az emberek. Ha viszont nagyon drágán, akkor nem valószínű, hogy fognak belőle venni, mert ugye megint csak, meg hát a design. Tehát az Apple-nél sikerült elérni azt, hát náluk általában ez sikerül, hogy egy ilyen divatos valamilyen kiegészítőként is hordható, amellett, hogy iszonyú drága. De most rengeteg okos óra van már most is a piacon, a jelentős részük elég gagyi, ezért nem is nagyon veszik az emberek, vagy megveszik, kipróbálják, aztán megy a kukába, vagy gyakorlatilag nem nagyon használják, mert úgy vannak vele, hogy hát most mire? De most tényleg. Ugye? Tehát az én véleményem is ez, akár divatos, akár nem, nem tudom. Na nézzük, tehát az új okos órákról ugye már korábban terjedtek pletykák, de most a Google megerősíteni látszik az érkezésüket, és az is kiderült, hogy mindez része annak a kampánynak, amivel szeretnék a vásárlókat a hordozható okos cuccok kimondottan az okos órák felé terelgetni. A két új modell sem a Google, sem a Pixel brandhez nem fog tartozni, ugyanakkor még szorosan kapcsolódik a gyártóhoz, bár Cheng nem nevezte meg konkrétan, kivel is készítette el az eszközöket, azért vannak sejtések. Érdemes tudni, hogy a két új kütyű megjelenésével együtt a régebbiek is megkapják az Android Wear 2.0-as operációs rendszert, ami számos újdonságot hoz, így többek között olyan alkalmazásokat, amelyek működéséhez nem lesz szükség feltétlenül az okostelefonnal való összepárosításra, továbbá támogatja majd az Android Pay-t, illetve a Google hangalapú asszisztensét, a Home-ot, amit ugye a Pixel telefonoknál ismerhetett meg a nagy közönség. Azt is elárulták, hogy nem az összes Android Wear óra lesz majd frissíthető, de a legtöbb igen, ami azért van, mert például az Android Pay specifikus hardvert igényel, ami nem támogatja az összes
amit nem támogat az összes modell. Azt is elárult a Cseng, hogy bár lesz különbség az androidos és az iOS-es Wear 2.0 között, az Android Pay mindkét platformon működni fog. Na ez viszont jó hír, hogy végre nem zárkóznak el az ilyen jellegű platform átjárástól, tehát majd iOS-es eszközökön is lehet Android Pay-jel fizetni. Azért az elég érdekes egyébként. Kíváncsi leszek, hogy majd mikor lesz még jobban összefonódva ilyen szinten az Apple és a Google. Nekem azt tetszik, hogy azért együtt működnek a cégek, abban mindig a felhasználók járnak jól, meg a fejlesztők is, mert hát nem kell két külön irányba fejleszteni, van egy közös fejlesztési platform, és ez minden oprendszeren, illetve minden platformon működik. Szerintem ezzel időt, energiát és nem kevésbé pénzt lehet megspórolni. No, mi van még itt, ami érdekes lehet? Valamelyik adásban, talán a múlt héten, vagy lehet, hogy már két héttel ezelőtt, nem emlékszem pontosan, valaki kérdezte, illetve küldött egy linket egy kis kütyűvel kapcsolatban, ami egy pendrive, és hogy megéri-e, azzal hirdetik ezt a pendrive-ot, hogyha bedugod a számítógépedbe, akkor fölgyorsítja a gépedet, meg hogy a nagyon régi számítógépeket is igazából újra lehet. Tehát lassú régi gépeket is, hogy úgy mondjam, szárnyra kapnak tőle. Na most ugye megbeszéltük, hogy hát ez nem a pendrive-tól függ, hanem igazából a rajta lévő operációs rendszertől, ami ugye hát már megszokhattuk, hogy Linuxos disztribúcióknál elő-elő fordul, hogy most már gyakorlatilag szinte mindegyiknél az úgynevezett Live CD funkció, tehát az azt jelenti, hogy pendrive-ról is futtatható az operációs rendszer, nem is feltétlenül kell fölinstalálni. Na most egy ilyen pendrive-ról beszélünk ebben az esetben, amikor is föltettek rá egy Linuxot, arról futtatod, és innentől kezdve gyakorlatilag valóban egy ilyen, hogy úgy mondjam, csökkentett módú, egy nagyon kevés erőforrást igénylő operációs rendszert kapunk. Egyébként ilyenből nagyon sok van, most pont egy ilyet szeretnék nektek bemutatni, ami az nem kell, illetve kell, de nem kell vásárolni sok ezer forintért, hanem van egy pendrive-otok, csak felpakoljatok rá ezt az operációs rendszert, amelynek figyelem, a neve kicsit majd megtévesztő lesz, tehát nem szabad összekeverni a Google okos telefonjaival, és ezt is Pixelnek hívják, és egy olyan asztali környezetet képes varázsolni, ami akár elavult számítógépünkből, de természetesen az újból is, hogy az bizony, mintha újra szárnyakra kapna, és hát ezt a Pixelt nem más fejleszti, ebből még egyébként szerintem lehet, hogy később bajok lesznek, hogy ilyen néven adják ki ezt az oprendszert, mint a Raspberry Pi, amiről ugye szintén lehet tudni, hogy egy nagyon kicsike kis hardware eszköz, mondjuk úgy, hogy egy ekkora kis dobozka, ami igazából egy PC, és tökéletesen alkalmas arra, hogy akár lehessen vele számítógépezni, tehát mondjuk webezni, letöltögetni, filmeket nézegetni, tehát gyakorlatilag egy mini számítógépnek felel meg. Na most ennek az operációs rendszernek az alapja egy úgynevezett LXDE nevű Linux disztribúciós grafikai platform, ami egyébként bármelyik Linux alatt, teszem hozzá, elérhető, de azért kimondottan gyártanak olyan Linux disztribúciókat, amiket lebutítanak erre, tehát egy úgynevezett ilyen minimál installok, ami szó szerint tényleg egy nagyon pici pendrive-ra is ráfér, és akár régi számítógépeket is tényleg fel tud, mondjuk úgy, hogy gyorsítani, bár ez hülye szó, de gyakorlatilag olyan kevés hardware igénye van, hogy tényleg 10-15-20 éves számítógépek is szárnyra kelnek tőle. Bár én mindig fenntartásokkal kezelném ezt is, mert az, hogy maga az operációs rendszer tök gyors, és tök jól működik maga a számítógép, attól még, hogyha internetezünk például, és megnézzük az iszonyú nagy multimédiás tartalmakat, akkor azért azok nem fognak olyan hűde gyorsan betöltődni, meg letöltődni, mert azért sávszélesség kell, azért a videók megjelenítéséhez némi processzor kell, sőt nem csak a videók, hanem a weboldalak betöltéséhez is azért kell processzoridő, tehát ha lassú a gépünk, akkor ez azért lassan fog működni, de legalább az operációs rendszer nem szab ennek gátat, és legalább dinamikusan fog maga a rendszer működni. Szóval a Raspberry Pi Foundation bejelentette
az LXDE alapú Pixel asztali környezetet PC és Mac hardware platformokon egyaránt, tehát ráadásul régi Mac-es számítógépeket is fel lehet ezzel kicsit gyorsítani. A fejlesztés egyelőre kísérleti állapotban van ugyan, de a Debian Linux alaprendszerrel és a minimális erőforrásokkal is beérő Pixel felülettel a régebbi számítógépek egy új lehetőséget kapnak a túlélésre. Ennyi a hír igazából. Most nem mutatnék belőle itt részleteket, meg lehet találni egyébként a Raspberry Pi-nek az oldalán az operációs rendszert, és hát le lehet tölteni. ISO formátumban kiírjuk egy pendrive-ra, mondjuk a Rufus-szal, és már is bármilyen számítógépbe bedughatjuk és használhatjuk. Ennyi. Rendicsek! Na! Én ennyit szántam már a híreknek, ugye hát azért ünnepek vannak ilyenkor, túl sokat az újságírók nem dolgoznak, tehát olyan túl sok új hír nincsen, de persze, hogyha ti láttok bármi érdekességet, akkor nyugodtan tessék ránk zúdítani, és hívjatok is, hogyha kérdésetek van, elérhetőségeinket látjátok a képernyő alsó részén, Skype megy, telefon megy, és akkor nézzük a Facebookot, érkezett-e valamiféle hozzászólás. Ráfrissítünk, és akkor válaszolgatunk. Valamiért egyébként tényleg a wifivel nem stimmel valami, nekem legalábbis itt. Egyelőre csak malmozik a számítógépem. Na még egy frissítés, aztán hát ha nem, akkor hozzuk a kábelt. Mert lehet, hogy a gépem nem akarja az igazságot itt wifi szinten. Vagy nem érkeztek hozzászólások. És tényleg nem. Mindenki pihen. Az mondjuk jó, vagy dolgozik. Jól van akkor, rendicsek. Hát ha nem, akkor nem, akkor mondok én még nektek itt egy-két újdonságot. Van ám, kérem szépen. Kémkedés miatt perelik saját alkalmazottai a Google-t. Az is egy érdekes, szerintem kicsit kamu hír, de akár még érdekes is lehet. A Google egyik termékmenedzsere pereli munkaadóját, mert állítása szerint annyira szigorú a cégnél a titoktartási politika, hogy az már kaliforniai állam munkaügyi törvényeit is sérti. Kötelező ott dolgozni? Én mindig ilyenkor ezt kérdezem. Egy másik alkalmazott pedig a cég arra kényszeríti a dolgozókat, hogy egymás után kémkedjenek. Ez is szép lehet. Polgári peres eljárást Kaliforniában indította meg, a magát John Doe néven álcázott, magyarul nem akarja elmondani a nevét, azt tudjátok az Egyesült Államokban. Hát nem igazán azokat, akik no-name emberek, mert olyan nem nagyon van, hanem például, hogyha valaki találnak mondjuk egy holttestet valahol, és nem tudják azonosítani, akkor úgy szokták elnevezni, hogy John Doe. Ha annyit tudnak, hogy mondjuk ez egy férfi holttest. Ha női holttest, akkor Jane Doe-nak szokták elnevezni. Ezt nem tudom, hallottátok, hanem akkor most egy új információval lettetek gazdagabbak, és amikor eltemetik, tehát ugye nem jelentkezik senki, amikor eltemeti ilyenkor az állam, akkor ez kerül a fejfára. Tehát azért van az, hogy mondjuk az Egyesült Államokban egy temetőbe elmentek, és legalább 5000 Jane Doe meg John Doe van egyébként. Azok olyan emberek, akiknek nem tudták beazonosítani, hogy ők kicsodák. Eltűnt emberek. Na, de visszakanyarodva a hírhez, tehát, hogy John Doe néven, álnéven indította ezt a peres eljárást Kaliforniában az egyik emberke, arra hivatkozva, hogy a cég munkaszerződései számos állami foglalkoztatási törvényt sértenek meg. A felperes szerint a titoktartási szerződések azt a kitételt is magukba foglalják, hogy a dolgozók semmit nem mondhatnak a cégről, még egymás között sem, azaz nem beszélhetnek nyíltan problémáikról, nem formálhatnak véleményt. De hát ezt úgy nem is illik rám, vagy nem tudom. Mert hogyha valakinek problémája van egy cégnél, de ez olyan nagy újdonság, szerintem ez ilyen nem etikett, de úgy egy komoly cégnél ezt úgy mondjuk zokon is veszik szerintem, hogyha kifelé te mondjuk, pláne kifelé. Mert az, hogy belül te a kollégákkal problémákról beszélsz, az egy dolog, de leginkább a problémákat mondjuk a vezetőség, vagy a közvetlen főnöke felé szokta ugye közölni az ember, ha van baja van, nem? Én legalábbis így szoktam egy cégnél, ha dolgozik az ember, akkor ezt valahogy így szokta csinálni. Kifelé meg persze, hogy nem kommunikálunk rosszat a cégről, mert hát az hogy fest már?
Tehát ezen nem csodálkozom, hogy ezek úgy benne vannak a cégnek mondjuk úgy a belső szabályzatába. Szerintem ez egyáltalán nem meglepő. A szerződésben a bizalmas információt úgy definiálják, mint bármilyen információ korlátok nélkül, aminek köze van a Google-höz, és nem ismert. Hát azért ez sem újdonság. Tehát azért a Google ráadásul pont egy olyan cég, ahol ugye egy elég innovatív cégről beszélünk, ahol folyamatosan kitalálnak olyan új dolgokat, amikből utána meggazdagszanak. Hát persze, hogy nem pofázzuk el a titkokat, az ilyen céges, nem is tudom, hogy hívják ezeket, üzleti titkok. Tehát ilyeneket nem adunk ki. A felperes szerint ez meggátolja, hogy az alkalmazottak a munkabérükről vagy más fontos dolgokról beszélhessenek a kormány szerveivel. Mi van? Na mindegy, egyre zavarosabb ez a hír. A Google szóvivője szerint a vádak alaptalanok, a titoktartási szerződés pedig az érzékeny üzleti információk megvédésére készült. Szerintem ez tök normális dolog, csak valakinek elgurult. Valamelyik alkalmazottnak elgurult a gyógyszere. Elkötelezettek vagyunk egy nyitott vállalati kultúra mellett, ami azt jelenti, hogy rendszeresen osztjuk meg alkalmazottainkkal információkat készülő termékeinkről és más bizalmas céges tudnivalókat is, mondta el a szóvivő. A Google-nek hasonló vádakkal kell szembenézni egy másik ügyben is. Egy másik alkalmazott az Amerikai Nemzeti Munkaügyi Szervezetnél panaszolta be a céget. A felperes szerint arra kényszerítette a cég a dolgozóit, hogy egymás után kémkedjenek a StopLeaks nevű programmal, és jelentsék, ha azt tapasztalják, hogy valaki megszegi a szabályokat, ezért az alkalmazottat kirúghatják, vagy akár be is perelhetik a munkaszerződés megsértéséért. Én mindig nem értem ezt. Tehát ha valami le van fektetve, és te aláírod, tudod, ezt hívják szerződésnek, akkor azt be kell tartani. Ha nem tetszik, akkor ne írd alá. Nem így működik a dolog? Azért nézek rád, Pigyó, mert hát te is egy munkahelyen dolgozol, ráadásul mi egy munkahelyen dolgozunk, hát ha aláírja az ember egy szerződést, akkor azt elolvassa, és ha egyet ért vele, aláírja. Ha nem ért vele egyet, akkor arra van az ajtó, nem? Tehát, hogy vagy lehet rajta finomítgatni, hogyha valami olyan van, megbeszélés kérdése minden szerintem, na de hát most itt ott dolgozik, aláírta a szerződést, és akkor utána rinyál. Nem értem ezt, lássad, hogy Google-nél dolgozni, hát szerintem emberek, nem tudom, összetenni a két kezét egy már legalábbis egy szakmában. Én például, ha Google-nél dolgoznék. Hát dehogy már. Most az, hogy kémkedni meg ilyenek, ez szerintem egy kicsikét azért túlzásban, mivel, mert biztos, hogy vannak olyan dolgok egyébként, pláne ugye az előbb is beszéltük, olyan érzékeny üzleti titkok, vagy akár ugye ilyen belső dolgok, amiket hát úgy persze, hogy nem kommunikálunk kifelé, meg az egymás felé való kémkedés, vagy az egymásról való jelentés, az meg egy olyan dolog, hogy az szerintem az is valamilyen szinte normális, hogyha valaki valami hülyeséget csinál, akkor úgy egy jó munkaerő azt úgy mondjuk fölfelé azt jelzi, hogy te figyelj már a Géza mondjuk részegeit be dolgozni, vagy valami, vagy most nem értem, hogy mit nevezünk kémkedésnek. Tehát mi olyan dolgot csinált az ember a munkahelyén, ami miatt ő bajba kerülhet? Hát ne csináljunk olyan dolgot, és akkor igazából tök mindegy, mit jelentenek rólunk. Mert hát ez egyébként egy normális hierarchikus vállalatnál, pláne egy nagy multinál, ez így működik, hogy jelenteni kell fölfelé, meg visszafele is így működik, hogy a különböző vezetők vagy csoportvezetők azok felelősséggel tartoznak a munkatársak vagy az alatta lévők felé, tehát gyakorlatilag van egy ilyen hierarchikus, mondjuk úgy, hogy rend, amiben ez benne van, hogy jelentéseket kell írni meg ilyenek, tehát hogy igazából ezt nevezhetjük kémkedésnek, de ez a vállalati működés. Tehát, hogy... Na mindegy, szóval furcsa, meg az a legfurcsább számomra, hogy tényleg olyan emberekről beszélünk, akik a Google-nél dolgoznak. Tehát, hogy nem tudom, láttátok-e, több film is készült már a Google-ra, az egyik egy viccesebb például, amit én láttam, a másik meg egy tényleg egy ilyen dokumentarista film, hogy igazából milyen körülmények vannak a Google-nél. Hát ha valakinek ezek a körülmények, ezek nem tetszenek, azért miért ment oda dolgozni? Tehát komolyan pereli a céget. Ez ilyen nagyon rossz duma. Tehát ez tipikusan az, amikor így, ja, hogy egy ilyen milliárdos multicég, biztos van pénzük, kicsit pereljük be, hát ha elcsúsznak egy-két banánhéjon, és akkor én meg milliárdokat fogok utána a perbe bezsebelni. De hát a saját alkalmazottai szerintem ez gáz. Én abban a pillanatban kirúgnám, legalábbis ha én lennék bármilyen vezér a Google-nél, sztuti. Szóval azért nekem ez furcsa.
De persze lehet, hogy csak nem tudjuk a részleteket, mert ha tényleg valaki ideig vetemedik, azért lehet oka, persze én nem kétlem, hogy van oka, de ezek, amik itt elhangzottak, szerintem ezek bullshitokok. No, nézzük, van-e esetleg azóta valami, vagy nagyon inaktívak vagytok, ami tök érthető, biztos úgy bebeigliztetek, hogy már beszélni se tudtok, vagy hozzászólni se tudtok, hogy ne érkeznek azért a hozzászólások szépen. Kálmán van itt velünk, hello Wendy, egy barátom gépe csinálja a következőket, újraindítást nyomva nem indul, sötét a képernyő, balra fönt egy kötőjel villog, reszettel viszont indul. Windows újra telepítéssel ugyanezt történik, szétszedtem, kitisztítottam, semmi változás, üdv jó a műsor. Windows újra telepítéssel ugyanezt történik. Hát figyú, BIOS reset, illetve én a boot sorrendet megnézném a helyedben. Nem lehet, hogy valami olyan boot eszközről akar, mint én pendrive van beállítva a bootolásnak, vagy esetleg CD-rom, és benne van egy CD, amiről nem lehet bootolni, vagy lehet, hogy van rajta valami boot kezdemény, de nem tud tovább menni, és akkor ott villog a kurzor, ugye ez a kötőjel, az a kurzor akar lenni, ott várakozik, tehát valamire vár. Be kéne állítani a boot sorrendnél, tehát boot order, vagy boot sequence, így hívják a BIOS-ban, hogy a merevlemezről bootoljon. Mert ha a merevlemezen van egy normális Windows, és az működik, akkor annak be kell bootolnia. Ha mégsem teszi, akkor viszont lehet, hogy rossz a merevlemez, és azért nem tud róla bebootolni, mert hibás a boot szektora, mondjuk így, de már nem így hívják, de végül is hívhatjuk így, tehát az a boot manager, az a boot szektor, amiről ő bootolni akar. És ha nem tud róla bebootolni, akkor bizony azért áll és ott várakozik. Ezt tudod tenni, tehát vagy, mert azt mondta, a Windows telepítőről meg bebootol, hát akkor valószínűleg, nem tudom, hogy az pendrive-on van, vagy CD-n van, vagy min van, de valószínűleg akkor onnantól kezdve, ha beteszed mondjuk a CD-t, vagy beteszed a pendrive-ot, akkor arról be tud bootolni, akkor lehet, hogy a Vinyó rossz tényleg. Tehát ezek a variációk vannak. Jó? Úgyhogy nem hiszem itt hardveresen van gond, meg tisztítással, ezt nem fogod tudni megoldani, ezt BIOS-ban kell. Én a helyet belőször nyomnék egy BIOS resetet, csak hogy minden az alaphelyzet rájön vissza, és utána a BIOS-on belül a boot order-t a Vinyóra állítanám. Ha nem bootol, akkor biztos, hogy vagy hibás az oprendszer, akkor egy újrahúzás szintén az lehet, hogy megoldja a történetet. Ha utána sem megy, akkor merevlemez csere. Jó? Aztán Ervin. Szia Wendy, mi lehet a hiba, ha nem tölti be a Windows-t a PC? Na, nálad is ilyen gond van. BIOS-ban nagy nehezen be tudok jutni, BIOS resetet hogy tudok csinálni? Az alaplap gyártója betölt, és vagy 120 perc múlva, nem gondolom, az 10-20 perc múlva írja ki, hogy Windows indítása, aztán kidobja jó esetben a 6 féle hiba elhárító üzenetet, de csak tölt reggeltől estig, és nem jut sehova. Hát Ervin, kísértetiesen hasonló a probléma, mint az előbb volt a Kálmánnál. Tehát itt is arra tudok gondolni, hogy szerintem ott valami a vinyóddal nem jó. A BIOS reset, ugye, hát, hogy belépsz a BIOS-ba, a BIOS resetet úgy tudsz csinálni, hogy a BIOS-nak van egy ilyen opció, hogy BIOS default. Tehát, hogy set BIOS default, azt az opciót kell szépen arra kell rányomni, és akkor visszaállítja a BIOS-t az alap beállításokra, ez a BIOS reset gyakorlatilag. Régebbi gépeknél még meg lehetett azt is csinálni, hogy volt egy jumper az alaplapon, amit hogyha levettél és úgy indítottad újra a gépet, akkor ugye lereszetelte a BIOS, de hát igazából erre nincs szükség, ezt meg lehet csinálni úgymond szoftveresen is, ha be tudsz lépni a BIOS-ba. És akkor gyakorlatilag, ha ezt megcsináltad, akkor neked is azt mondom, hogy boot sorrendet tessék megnézni. Boot sorrend lenne a Winchester lane az első, tehát ugye a merevlemez, és arról bootoljon a gép. És akkor nem fog 10-20 percet várni. Ha mégis vár, akkor tényleg ott is a vinyóval nem jó valami, de 10-20 percet nem kell várnia. Annak pár másodperc alatt meg kéne történnie, vagy még annyi se, tehát gyakorlatilag rögtön meg kéne történnie, és el kéne, hogy kezdje tölteni a Windows-t. Most az, hogy az előző leállításnál volt valami hiba, vagy nem állítottatok le rendesen a Windows-t, vagy ilyesmi, és akkor kijön X opció, hogy csökkented mód, meg bla bla bla, az még belefér, tessék lemenni odáig, hogy normál indítás, és akkor el fogja indítani normálisan, vagy ha már normál indításon nem indul el, mert nehogy Isten tényleg valami hiba keletkezett, akkor pedig a javítást kell alkalmazni, ami vagy sikerül, vagy nem. Ha nem sikerül, akkor viszont kell a telepítő lemez, és a telepítő lemezről kell
a Windows-t, mintha elindítanád újra a telepítését, csak éppen hát ezt majd eldöntöd, hogy újra akarjátok telepíteni, vagy ott is lehet javítani, és akkor a telepítő lemezről a hibás fájlokat újra fel fogja másolni, és ha minden jól megy, akkor el fog indulni. Ha nem, akkor csak a Windows újrahúzás segít, tehát ott is a telepítő lemezt betenni, vagy pendrive-ot, nem tudom miről telepítetek, meg milyen Windows-ról beszélünk egyáltalán, de ezzel tudod újra telepíteni. Jó? Lehet, hogy egyébként egy ilyen gépnek, hogyha már ilyen sok gond van, úgymond vele, akkor nem árt egy teljes rendszer újrahúzást eszközölni. Úgy mellesleg. Jó, mi ez? Windows X, Windows 7 Professional Service Pack 1 for President. Ez mi akar lenni, Szabolcs? Ha? Sok volt a Beigli, vagy mi van? Hogy csak így ideből fent tesz egy ilyen képet mindenféle magyarázat nélkül. Kéne, hogy értsek ebből valamit? New Edition of Windows 7. Nem tudom. Nem tudom, mire vélni az üzenetet. Aztán Tamás, üdvendi, a Powerline adapterekről milyen a tapasztalat, illetve vélemény? Van tapasztalat, volt egy, nem is olyan régen, egy pár hónappal ezelőtt egy cég, ahol építettünk ilyen módon, hát cég, hát igen, gyakorlatilag egy cégnek csináltuk, csak ugye nem pont ez volt a kérés, hogy egy olyan három iroda helységet kellett internettel gyakorlatilag behúzalozni, ahol viszont nem szerették volna, hogy falat bontsunk. Na most két meg, és nem szerették volna azt se, hogy mindenféle ilyen kábel csatornák menjenek. Na ilyenkor mi a megoldás? Az úgynevezett powerline, ha lehet ezt így nevezni, tehát amikor gyakorlatilag a falba lévő erős áramú vezetéket használjuk internetes átvitelre, tehát hálózati átvitelre. Léteznek ez adapterek, különböző minőségek, hát ezt el kell dönteni, hogy milyen sávszélesség kell, természetesen minél nagyobb sávszélességet szeretnénk elérni, annál drágábbak ezek az eszközök. Meg is tudom nektek igazából mutatni, mert itt küldtél is egy képet gyakorlatilag, tehát ezt a képet így mindjárt pillanat, csak kiteszem egy másik ablakba, hogy jól látszódjon. Például ez egy ilyen masina, ami úgy néz ki, itt látszik is, hogy van egy ilyen kis plug, tehát egy konnektor villa, amit be kell dugni a konnektorba, és maga az eszköz, ez nem látszik, de itt az alján van rajta egy Ethernet kimenet, tehát gyakorlatilag egy hálózati kimenet, és onnantól kezdve az egy fázison lévő, hát most a márkája az lényegtelen, mert több is van belőle, de itt látszik is egyébként, hogy ez például 500 megabites. Ez annyit jelent, hogy ha egy hálózaton, tehát egy fázison inkább úgy mondom, mert ez egy fázison tud működni. Tehát azon az erős áramú hálózaton tud ez menni, ahol egy fázisra vannak kötve ezek a konnektorok. A másik fázison van, már nem megy, mert a villanyórán ezért ez nem fog keresztül menni, tehát ugyanazon a fázison tud csak működni, viszont megúszza az ember az Ethernet kábel behúzását, mert hogyha ilyen eszközöket, mondjuk kettőt beköt, mert ott a kettő között lehet hálózatot csinálni. Jó? Tehát erre jó. És működik, tök jó, stabil, tök gyors, úgyhogy nincs vele különösebben gond. Bár én azt gondolom, hogyha nem elkerülhetetlen az, hogy kábelezzetek, akkor inkább kábelezzetek, az olcsóbb megoldás, mert azért egy ilyen adapter, ez egy ilyen, hát ugye sávszélesség függő, mondjuk egy ilyen 500 megabites, van egyébként már belőle gigabites is, azt hiszem, azért az 10x000 forint darabja. Tehát ha már kettőt, három ilyet akarsz csinálni, akkor gondold el, hogy akkor ilyen 15-20-30 000 forintba kerül alsó hangon. Szerintem az Ethernet kábel olcsóbb, meg a kábel csatorna. De hát attól függ, mert ha tényleg csak pár darab kell, akkor még akár meg is érheti, mondjuk kettő, hogyha csak A pontból B pontba kell hálózatot eljuttatni. Egyébként ez akkor is megoldás lett azoknak is, akik egyébként szintén nem szeretnének mondjuk kábelezni. Tehát, hogy mondjuk, mit tudom én, a ház egyik végéből a másikba el szeretnék juttatni az internetet, de nem akarják mondjuk a nappalin keresztül húzni a kábelt, és mondjuk körbe se akarják, tehát nem akarnak külön kábelcsatornát csinálni, nekik is egy megoldás lett, hogy felhasználjuk az elektromos hálózatot erre. Tehát akár meg is érheti, egy ilyen szettet tényleg lehet venni, ha nem kell feltétlenül 500 megabit, hanem elég mondjuk 100 vagy 200, és akkor azért azok olcsóbbak, azok ilyen 5-6 000 forintért már lehet ilyen adaptereket kapni. Veszel 2-t, 10 rongyból ez megvan. Úgyhogy akár jó megoldás is lehet.
Természetesen van áram. Na, nincs áram. Ja, és létezik belőle wifi is, teszem hozzá. Tehát olyan, húha. Mindegy, nem mozgok. Betekertem magamat a mikrofonkábellel. Szóval létezik belőle wifi is, tehát olyan megoldás is létezik. Egyébként azt már meg... Szerintem már láthattatok olyat, amúgy is létezik olyan, ami wifi extenderként működik. Tehát ami ugye wireless-en lövi tovább. És pont egy olyan router, vagy egy ilyen access point, ami ugyanígy működve, akár ebből a kis terminálból, nem csak egy hálózati kábelt kimenete van, és akkor be tud dugni a számítógépbe, hanem akár wifi-t is lehet ezáltal továbbítani. Tehát még arra is jó lehet. Jó, menjünk tovább. Kicsit iszunk. Lehet, hogy aztán Facebookkal van elem egyébként valami gond. Mert most ráfrissítem, megint érkezik üzenet. Tehát, hogy így tök jó. Egyszer frissítek, nem jön, másodszor ráfrissítek, jön. Ricsi írja nekünk, sziasztok! Van egy pendrive-om, hát most a márkája az lényegtelen, aminek az USB csatlakozó része egy picit meghajlott. Még lehet használni, tudok rá írni, olvasni, sőt még a Windows is arról a pendrive-ról telepítettem fel. Érdemes-e visszahajlítani egyenesbe, vagy hagyjam? Szerintem hagyjad, vagy nem tudom. Tehát, hogy igazából az a kérdés itt, hogy egész pontosan honnan és mi hajlott le. Mert hát ugye most az, hogy egy kicsikét ferdinál, van ilyen, nekem is van. Nekem a telefon töltőm a kocsiba ilyen, mert hogy vett le, oda csuktam. És így az egész így el van hajolva, de működik, ez a lényeg. Nem akarom elhajlítani, mert akkor viszont kiszakad a csatlakozójából, és akkor működőképes így is, de ha ott fog fityegni, az már még rosszabb. Tehát szerintem jobb ez így. Jó? Tehát, hogy vigyázz rá. Gondolom nálad is az történt, hogy ott volt a pendrive, az rátenyereltél, vagy valami, meghajlítottad. Figyelj, mondom, arra kell vigyázni, ne törjön ki a... Mert ugye ez úgy néz ki, hogy van egy USB, tehát maga az USB csatlakozó, és akkor egy nyáklapra van gyakorlatilag ráforrasztva. Arra kell vigyázni, vissza, ha megpróbáltad óvatosan visszahagyni, de letörik a nyáklapról, vagy leesik róla, akkor azonnantól kezdve nem fog működni. Tehát szerintem inkább hagyd úgy, mert ha így legalább működik, akkor ezzel nincs különösebb baj. De hát vigyázzunk az ilyen eszközökre, és akkor... nem lesz ezzel probléma. Jó, hát ha megpróbáltad, visszahajlítod, max lejön, akkor forrasztgatni kell. Már amennyire ezt lehet. Mert egyébként 3 vagy 4 ponton van felforrasztva, tehát még ha úgy van és van forrasztópákád, akkor akár ha letörik, akkor vissza is tudod igazából forrasztani, de az inkább óvatosan. Óvatosan tedd ezt a hajlítgatást. Jó. Na, mi volt itt még, ami érdekes? Ja igen, képzeljétek el, ugye Nokia nemrég jelentette be, tényleg pár héttel ezelőtt, ugye visszatér a piacra, és hát androidos okos telefonnal fog visszatérni, és ez egy nagyon örvendeztető, ja, és beperli az Apple-t. Ezt most hagyjuk, ezt nem kommentálom, de ez egy megint egy külön érdekes kérdés, ugye a különböző szabadalmak miatt, tehát ez ugye divat az Apple-t ilyen szinten perelgetni, meg hát az Apple is perelget persze mindenkit. Ezt csak azért mondom, ezt a történetet, vagy azért fűzöm ide, mert ugye az új Nokia telefon, nem egy új Nokia telefonról van szó a következő hírünkben, hanem egy pont, hogy egy elég régi, viszont nagyon népszerű változatról, a Lumia 520-asról, amire képzeljétek el, sikerült felhekkelnie valakinek az Android 7.1-es operációs rendszer. Tehát egy Windows Phone-os telefonra egy Android 7.1-est, ráadásul tök jól fut. Az egykor szebb napokat is megért Nokia az elmúlt években a Microsoft égisze alatt ontotta magából a Windows Phone mobilokat, de bármennyire is igyekezett a Redmondi vállalat, hiába próbálták meg megalkotni az univerzális platformot, az Android és az iOS teljesen elnyomták ezeket a készülékeket, pedig voltak egész népszerű modellek, mint például ez a bizonyos Lumia 520-as, amit még 2013-ban dobtak piacra. Az XDI Developers, ami egyébként egy fórum oldal, ott szoktak például főzött robokat, onnan lehet például beszerezni, hogyha valaki esetleg ilyesmit szeretne magának. Ez egy fórum, ahol nagyon sok témába illő poszt van, és például ott leírják, hogy bizonyos telefonokhoz, például ebben az esetben a Lumia 520-asokhoz, 20-asra hogyan lehet például Androidot föltenni. Tehát, ha valakinek van ilyen telefonja, akár meg is próbálhatja, hogyha
ha nem sajnálja. Az egyik fórumozójánál épp kéznél volt egy ilyen telefon, és arra volt kíváncsi, vajon képes-e futtatni egy ilyen modell az Android 7.1-es operációs rendszert. A feladat nem volt könnyű, de csodák csodájára sikerült. A rendszer nagyon lassan bootol be, és a használat közben is néha nagyon sok a válaszidő, de hát ugye azt azért ne felejtsük, hogy itt egy 512 MB RAM-mal szerelt telefonról beszélünk, tehát ezen azért nem szabad meglepődni. A rendszer nyilvánvalóan hihetetlenül instabil, így senkinek sem tanácsolják azért még a fejlesztők sem, illetve itt a kísérletezők, hogy hasonlóan próbálkozzon az otthoni telefonján, de akár még az is lehet, hogy készül ebből egy olyan kiadás, ami már normálisan fogja futtatni, tehát egy olyan verzióm, ami akár ugye normálisan is futtat. Egyébként tényleg van már fönt 7.1-es Android, tehát nem hogy 7-es, 7.1-es, a legnépszerűbb disztribúciókra már egyébként elérhető. Hangsúlyozom még egyszer, főzött romokról beszélünk, tehát mindenki csak saját felelősségre, mert kicsit bonyolult ezeket fölhekkelni a telefonra, és ráadásul, hogyha az ember elrontja, akkor azért benne van a pakliban, hogy csinál magának egy téglatelefont, amit ugye azért hívnak téglatelefonnak, mert gyakorlatilag semmire nem jó, csak levél nehezéknek maximum, mert utána nem lehet vele semmit csinálni. És még csak a régi oprendszert se lehet rá utána visszapakolni, nem lehet a tényleg max levél nehezéknek, az nem van olyan kukába, mert azért még ne dobáljunk telefonokat a kukába, mert az veszélyes hulladéknak számít. No! Van-e valami, mert lassan végzünk ám hozzászólásként? Nincsen. Boldog karácsony, ez kicsit már megkésve, de köszönjük szépen, reméljük mindenkinek jól telt. Volt még itt egy hír. Mi az volt? Ez is volt. Az is volt. Itt van. Igen. Az idei év legkevésbé javítható okos telefonjairól beszéljünk akkor egy-két szót. Mert hogy azért erről is hallottunk már, ugyebár, hogy vannak olyan telefon, azért azt is érdemes megnézni, hogy egy okos telefont veszünk, ugye ezt én szoktam javasolni, mi szerint nem, sok reklám, hogy amellett, hogy milyen márkájú, és az adott márka mondjuk milyen szinten támogatott itthon, tehát hogy mondjuk tudják-e rendesen szervizelni, azért az is egy érdekes történet, hogy vajon egy adott típusú telefonon belül, mondjuk a garanciális javításon túl, ne adj Isten, mennyire szerelhető a telefon. Én például az előző telefonomnál például az volt a baj, hogy a kijelzője, és ez egyébként nem csak az én telefonomnál, hanem nagyon sok telefonnál ez egy eléggé húzós kérdés, hogyha a kijelzője megsérül, általában az a legdrágább a történetnek, és még csak ha nem is a kijelzőjéről van szó, hanem a tetején lévő üveglapról, már akkor is egy csomó telefon esetén, ez úgy nem cserélhető, hanem csak és kizárólag a kijelzővel együtt tudják cserélni, hát az meg egy elég húzós tétel. Tehát nem biztos, hogy megéri 30-40 ezer forintot, vagy bizonyos készülékek esetén akár ennek a kétszeresét is kifizetni azért, hogy megjavítsák, mert hát azért amikor az ember vesz mondjuk egy telefont, most mondok valamit, 50-60-70 ezer forintért, akkor nehogy már csak 30 ezerért kicseréljék a kijelzőt, csak azért, mert véletlenül lejtette az ember, és igazából nem is maga a kijelző sérült meg, tehát maga az LCD, hanem csak a rajta lévő üveg repett be, de hát azt nem lehet róla külön lefejteni, hanem csak és kizárólag azzal együtt cserélik. Na nagyon sok ilyen modell van, és hát nem csak ezek a hátulütői bizonyos készülékeknek, hanem itt például az iFixit nevű internetes portál összegyűjtötte, hogy mennyire könnyű javítani, vagy mennyire nehéz javítani egy-egy típusú készüléket. Az idei évben már általánosságban is elmondhatjuk, hogy az emberek többsége az okostelefonját használja a legtöbbet, azonban ezeket nem is olyan nehéz elejteni, ha pedig beütött a baj, akkor nem mindegy, hogy könnyű vagy nehéz megjavítani ugye az adott modellt. Egész évben sorban boncolgatja ez az internetes portál az új készülékeket, és most egy külön listát állított össze a zászlós hajókról, amelyeket ugye a legnehezebb vagy legkönnyebb szerelni. Ezek alapján az LG G5-ös a cserélhető akúja, illetve moduláris alkatrészei miatt az idei év legkönnyebben szervizelhető okostelefonja, legalábbis azok közül, amiket ők vizsgáltak. A Google Pixel, illetve Pixel XL belseje is nagyrészt moduláris, ezért az is könnyen javítható, bár a ház megnyitása kicsit nehézkes, a kijelző is akár eltörhet, hogyha kicsit
jobban feszegeti az ember, tehát ezért érdemes szakemberre bízni ezt. Az iPhone 7, illetve 7 Plus kijelzőjét és akkumulátorát is egyszerű cserélni, de a művelethez sok különböző szerszám kell, tehát ezt is csak és kizárólag szervízben. Mondjuk ugye új telefonokról beszélünk, tehát ezeket úgy nagy valószínűséggel úgysem kezdi el otthon rögtön valaki szerelni. Bár teszem hozzá, hogy a garanciális szervízbe például nem tartozik bele az, hogyha mondjuk a kijelző sérül meg. Tehát ha mondjuk lejted és megreped, akkor azt hiába viszed, de azt nem fogja neked garanciálisan megjavítani, mert hogy ez nem a készülék hibája, hanem ugye a te hibád, hogy nem vigyáztál rá és lejtetted. Ettől függetlenül persze megcsinálják, csak fizetni kell érte, nem keveset ráadásul. Úgyhogy erre is azért mindenképpen érdemes odafigyelni, illetve, ezt is már mondtam, párszor érdemes drágább készülékek esetén készülékbiztosítást kötni, mert pár száz forint, vagy maximum egy ezres, havi szinten, és hogyha bármi történik a készülékeddel, tehát mondjuk olyan szinten megsérül, vagy leesik, vagy összetörik, vagy beázik, akkor azt is először is megjavítják neked, méghozzá mondjuk úgy, hogy ingyé. Vagy ha ellopják a készülékedet, akkor általában van olyan szolgáltató, aki egyébként majdhogy nem 100%-át visszatéríti a készülék árának, vagy vehetsz belőle egy újat. Tehát gyakorlatilag érdemes lehet akár rááldozni havi szinten egy pár száz vagy akár egy ezer forintot arra, hogy biztosra menjél, és ne legyen para az, hogyha a készülékeddel történik valami. Na, de visszakanyarodva a szerelhetőséghez. Az iPhone SE készülékeknél a folyamat valamivel nehezebb, mármint az akku, illetve a kijelző cseréje. Könnyű ugyanis megsértni az iTouch kábelét, tehát hogyha valaki szétszedi, akkor erre azért mindenképpen érdemes odafigyelni. A Samsung Galaxy Note 7-es, hát ami ugye igazából visszavont készülék, tehát annyira nem igazán célszerű cserélni, hogy felrobbanjon szerelés közben. Nehéz volt kinyitni, az akkumulátorát pedig még nehezebb volt kicserélni, tehát egyébként is nehéz szerelni. A helyzet a Galaxy S7, illetve S7 Edge modelleknél sem könnyebb, bár belül nagyrészt modulárisak, a sok üveg és a ragasztó miatt a javítás csak nagyon nehézkes. Tehát ezek azok a főbb készülékek, amikről itt most szó volt. És hát igazából az első pár modell esetén ugye viszonylag könnyű őket szerelni, hát ez főleg a szerelőknek szól. Gondolom, otthon azért kevesen állnak neki mobilt javítani. A többi esetén viszont azért kicsit nehézkes. Hát most itt azért minden modellről nem volt szó, itt a főbb csúcsmodelleket vették górcső alá az iFixit portál üzemeltetői. Na, érkezett-e még valami? Mert ha nem, akkor bezárunk mára. Nem mond tényleg. Most jött a hír, vagy hát nem tudom, hogy most, de én most olvasom, hogy elhunyt Carrie Fisher. Ugye a Star Wars egykori Leia hercegnője, ugye napokban, ugye 2-3 nappal ezelőtt kapott szívrohamot egy repülőgépen, és hát kórházba szállították, de úgy néz ki, hogy Los Angelesben helyi idő szerint 8:55-kor elhunyt. Részvétünket szeretnénk mi is kifejezni. Hát, nem így akartam befejezni a műsort, de így sikerült. Viszont ne csüggedjetek, pihenjetek inkább már, aki teheti, és holnap pedig ugyanígy kapcsoljatok a Fixre, mert restart 7 órától. Sziasztok!